estét! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Halálos lakástüzek, a szakemberek megtanítják, hogyan jussunk ki a lángolóházból. Gyerekekre támadt pisztollyal, a kicsik az utcán játszottak, amikor a férfi fegyvert rántott. Tolna megyei téli tárlat, 28 alkotó, csaknem 100 művével nyílt kiállítás. Cél a közösségek összekovácsolása, második alkalommal adott otthont Hőgyész a Kolbásztöltő Fesztiválnak. Hazánkban tavaly éves szinten közel 100 ember vesztette életét lakástűzben. Ezek a halálesetek elkerülhetőek lettek volna, ha az érintettek tisztában vannak a menekülési protokollal. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság Facebook oldalán számos hasznos tanácsot olvashatunk a teendőkről egy esetleges tűzeset kapcsán. A szakemberek nem csak a tűz miatt hívják fel a figyelmet a helyes menekülési magatartásra, hanem a füst veszélyeit is bemutatják. Megtanítunk menekülni. Ezzel a címmel intézett felhívást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a lakosság részére. A kezdeményezés célja, hogy tudatosítsák az emberekben a helyes viselkedést egy esetleges lakástűz kapcsán. Ha betartjuk a szakemberek által megadott menekülési útmutatást, akkor talán elkerülhetőek lehetnek a személyisérülések. Lehetőség szerint minél hamarabb hagyjuk el azt az adott tűzzel érintett szakaszt. Itt, hogyha esetleg a ruhánk meggyulladna, mert éppen a menekülés közben hozzáérkezünk egy tűzzel érintett területhez, nagyon fontos, hogy ezt a ruhadarabot azonnal igyekezzünk eltávolítani. Ha továbbá a bőrünk is adott esetben sérült volna, akkor itt még akár földre vetődve és ott hempelegve vagy megforogva ennek a tűznek a kezdetét lehet venni. Menekülés közben nem csak a tűz, hanem a füst is komoly veszélyt jelent. Minden esetben előnyös, ha egy vizes ruhadarabot szorítunk az arcunk elé, hogy kizárjuk a füst belélegzését. Itt igyekezzünk guggolva elhagyni, vagy akár négy kézzel ereszkedve elhagyni ezt a tűzzel érintett területet. Ha csak a füstérzékelőkre gondolunk, azokat is gyakorlatilag az adott helységnek a plafonjára, nagyságrendileg középre próbálják meghelyezni, ugyanis ez felfele fog szépen szállni, mármint a füst, tehát itt gyakorlatilag az alsóbb, a lakás, a helyiség alsóbb szegmenseiben több füstmentes oxigén fog rendelkezésünk, levegő fog rendelkezésünkre állni. Magyarországon a tavalyi évben összesen 86 ember vesztette életét ilyen jellegű balesetben. Tolna megyében 140 alkalommal kellett a tűzoltóknak kivonulniuk lakástüzet oltani. A megfelelő óvintézkedések mellett a 112-es segélyhívószám tárcsázása is elengedhetetlen ahhoz, hogy időben érkezzen szakszerű segítség. Az elmúlt három napban 33.716 új koronavírus megbetegedést igazoltak idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.650.562 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Az elmúlt három napban elhunyt 234, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 41.975 főre emelkedett. 4.919 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 168-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.374.000-en kaptak. Tolna megyében hétvégén 691 új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta 34.636-ra nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. 2021-ben közel 7%-os gazdasági növekedés volt Magyarországon, mondta el Gulyás Gergely a múlt heti kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt is hozzátette, a kormány azt szeretné, hogy ennek eredményeiből minél többen részesüljenek. Februárban minden jogosult megkapja az első teljes 13. havi nyugdíjat, visszautalják a gyermeket nevelő családoknak az általuk 2021-ben befizetett személyi jövedelemadót, és a 25 év alatti fiatalok is kézhez kapják az első adómentes fizetésüket. Gulyás Gergely hozzátette, ez önmagában is 21%-os fizetésemelést jelent. Emellett az orvosok, ápolók, szociális dolgozók, pedagógusok és közszolgálatban dolgozók a korábban közölteknek megfelelően is emelt bért kapnak készhez már februárban. A bruttó 200.000 forintra emelt minimálbér és a bruttó 260.000 forintra emelt garantált bérminimum és a megemelt közfoglalkoztatotti bérkifizetésre is februárban kerül először sor. A fegyvereseknek, rendőröknek, katonáknak
mintegy 70 ezer embernek, egész pontos számítások szerint 63-64 ezer embernek pedig a 6 havi fegyverpénzt is ki tudjuk fizetni. Fontosnak tartja a gyermekek mozgására ösztönzést Paks önkormányzata, ezért döntött úgy, hogy a Gesztenyési úti műjégpályát üzemeltető cégen keresztül ingyenesen biztosítja a város nevelési oktatási intézményei számára a műjégpálya használatát, tájékoztatott Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere. A város valamennyi általános iskolája igénybe veszi a lehetőséget. A Deák Ferenc iskola tanulói közül többen a rendhagyó testnevelés órák alatt tanultak meg korcsolyázni. Évek óta biztosítja az önkormányzat a város nevelési oktatási intézményei számára, hogy térítésmentesen igénybe vegyék a paksi műjégpályát. Ezzel is a gyermekek mozgásra ösztönzését kívánják elérni, tájékoztatott Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere. Ezt igénybe veszi a 21-22-es szezonban is az összes paksi általános iskola, valamint a Vakbottyán és az ESZI. Rajtuk kívül pedig a Benedek-Elek óvoda, Mesevár tagóvodája használja heti rendszerességgel a jégpályát. A Deák Ferenc általános iskola tanulói február 3-án délelőtt vették birtokba a Gesztenyés úti műjégpályát. Az intézményben nagy hagyománya van a korcsolyázásnak. Évekkel ezelőtt Pór József testnevelő tanár kezdeményezésére egy sikeres pályázatnak köszönhetően 25 korcsolyát vásároltak a gyerekeknek, így mindenki jégre léphetett. Mi végig akkor is kihasználtuk, amikor bérelni kellett a korcsolyapályát. Ugye 5000 forint volt a bérleti díj, ugye akkor az alapítványból kifizettük, mert szerencsére az egyik rész az alapítványnak ez a tömegsport, és akkor ez nyilván ez az volt. Szegény gyerek, mondjuk akkor gyalog jöttek föl, az nem volt egy leányálló, utána még itt korcsolyázni, tehát meg volt a napi mozgás. És most szerencsére a város által igyen jöhetünk korcsolyázni. Pór József úgy tapasztalja, az órák során, aki eddig nem tudott, az is megtanult korcsolyázni. Mióta nyitva a pálya, minden héten kétszer, a negyedikesektől a hetedikesekig két-két osztállyal használhatták, senki sem maradt ki. A hatodik osztályos Réka és barátnői sem. Nagyon régen korcsolyáztam már, viszont most, hogy az iskolában rendszeresen járunk, így alakul. Eleinte csak a korláttal mentem, de most arra a barátnőimmel megyek együtt. Szeretek korcsolyázni, és örülök, hogy az osztállyal eljöhetünk. Az önkormányzat eddig mintegy nettó 20 millió forintot költött évente a jégpálya üzemeltetésére, de a villanyár emelkedése miatt ez a költség várhatóan magasabb lesz. Az önkormányzat számos nem kötelező feladatot lát el, közéjük tartozik a műjégpálya üzemeltetése. Nagyon fontos a városlakók komfortérzetét növelő szolgáltatások biztosítása. Én azt gondolom, hogy Pakson élni mindig is egy különleges lehetőség volt, és ezt továbbra is érdemes biztosítani a paksiak számára. Pisztollyal támadt utcán játszó gyerekekre egy férfi vasárnap. Azt mondta nekik, lelövi őket. Végül az egyik gyerek szülei tettek bejelentést a rendőrségen. A fegyverrel fenyegetőző férfi most akár évekre is börtönbe kerülhet. Itt ebben az utcában fenyegette meg a ház előtt játszó gyerekeket a környéken lakó férfi vasárnap kora este. Hogy pontosan mitől lett dühös, nem tudni. Valószínűleg a gyerekek hangja zavarta. Egyszer csak a saját telkén pisztolyt rántott, és azt kiabálta a kicsiknek, lelövi őket. A gyermekek megijedtek, a szülők felé jelezték, és ők ez alapján tették meg a bejelentést. Kollégáink kiérkeztek, azonosították a Pollák utcában lakó személyt, akit előállítottak. A férfinél megtalálták a pisztolyt is, az egyenruhások emellett lőszereket is lefoglaltak. A lakásán tartott kutatás során egy gázriasztó pisztolyt foglaltak le a hozzátartozó lőszerekkel együtt, a férfit pedig a kapitányságra előállították, ahol gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság büntet miatt. A pisztollyal kisgyerekeket fenyegető férfi akár 3 év börtönt is kaphat. Halálos baleset történt szombaton, Szedres közelében. Kerékpárost gázolt el egy sofőr. A gyalogos férfi nem viselt láthatósági mellényt, miközben már esti sötétségben tolta a kerékpárját az úttest közepén. Az autós későn vette észre az áldozatot, akit emiatt elütött. A 67 éves kajdacsi férfi az árokba zuhant, és a gyorsorvosi segítség ellenére a helyszínen életét vesztette. Az eset körülményeit a paksi rendőrkapitányságon vizsgálják majd. Tolna megyéhez kötődő alkotók műveiből nyílt kiállítás Szekszárdon a Művészetek Házában. A Tolna megyei téli tárlat 28 alkotó közel 100 munkájával várja a látogatókat.
Az első alkalommal megrendezett kiállítást hagyományteremtő szándékkal indították a szervezők, melyet március 20-áig nézhetnek meg az érdeklődők. A Tolna megyei téli tárlat a megyében élő vagy kötődő 28 alkotó, grafikus, festő, szobrász művét mutatja be. A tárlaton több generáció is bemutatkozik, amíg egyetemista fiatalokon keresztül a középgeneráció számos tagján át, a megye legidősebb, illetve nemrég elhunyt művészéig. Többek között a Magyar Kultúra Lovagja elismeréssel kitüntetett Könyv István János, a háza előtt álló fákat ábrázoló grafikáit is megtekinthetik az érdeklődők. Sokáig gyűlölet tárgya volt előttem ez a három fa, mert ez a Göcsörtökben ott vergődik előttem, és mivel az idő megy és eltelt közben számtalan év, lassan-lassan kezdtem megszeretni őket, ezeket a gnómokat, én úgy hívom őket, hogy gnómok, és egy kicsit úgy van vele az ember, mint az idő múlásával, hogy a kritikai szellem az egy idő után szeretetbe szeridül. A téli tárlat hagyományteremtő céllal jött létre. A kurátor elmondása szerint a mai világ számos kihívást, elvárást támaszt az emberek felé. Ezért a kiállításukban szeretnénk megvizsgálni, hogy milyen stratégiák mentén, milyen lehetőségterekben reagálnak a helyi alkotók ezekre a megpróbáltatásokra. Babits Mihály Kulturális Központnak eleve volt egy ilyen szándéka. Én pedig megkerestem a Babits Mihály Kulturális Központot az én szándékom, mert most ez a kettő kiállítási szándékom valamiben hoztam volna általam vezetett művésztelepet, illetve a Magyar Alkotók Országos Egyesületének az anyagát, a Tolna megyei vonatkozású anyagát. Volt egy ilyen vízióm, hogy szeretnék egy ilyet, és kapóra jött gyakorlatilag, összedolgoztunk, és így lett a kettő szándékból egy, és így jött létre ez a tárlat, és szeretnénk folytatni majd triennálé jelleggel. A Tolna megyei téli tárlat a Művészetek Házában március 20-áig tekinthető meg. Második alkalommal adott otthont a Hőgyészi Művelődési Háza 2019-ben életre hívott kolbásztöltő fesztiválnak, melynek nem titkolt célja a térség önkormányzatai és civil szervezetei között a jó kapcsolat elmélyítése. Idén 9 csapat részvételével zajlott a jó hangulatú esemény, ahol minden csapat jól bevált receptek alapján készítette el a zsűrinek felszolgált húskészítményt. Hőgyészen 2 éve született meg egy hagyományteremtő rendezvény gondolata a képviselőtestület részéről, mellyel a térség önkormányzatai között szerették volna elmélyíteni a már amúgy is jó kapcsolatot. Így elsőként 2019. február 15-én rendezték meg első ízben a kolbásztöltő fesztivált a településen. Megalakult annak idején a közös önkormányzat 5 településnek a részvételével, Hőgyész, Kalaznó, Szakály, Mucsi és Dúzs részvételével, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy nagyon jó lenne, hogyha nem csak a munka fogna bennünket össze, hanem kicsit a szórakozásban, kicsit lazább, kötetlenebb programokban is találkozhatnánk egymással, jobban megismerhetnénk egymást. A kapcsolatápolás mellett a másik fontos tényező, ami miatt életre hívták a rendezvényt, hogy tovább vigyék az apáról fiúra szálló fortélyokat a kolbásztöltés kapcsán. Az első rendezvényen a Dúzsi önkormányzat csapata által hagyományosan készített húskészítmény bizonyult a legjobbnak, így idén ők voltak a rendezvény lebonyolítói és házigazdái a Hőgyészi Művelődési Házban. Egy ilyen kis falunak az nagy szó volt, hogy mi nyertük. Jó, akkor 5 csapat volt, most 9 van, egy kicsit bővült a repertoár, meglátjuk. Én azt mondom, hogy győzzön a jobbik. A zsűri értékelése alapján 2020-ban a legjobb kolbászt a Hőgyészi önkormányzat csapata készítette, így övék a vándorkupa és a jövő évi rendezvény szervezési joga. A régió híreivel folytatjuk a híradót. Közösségépítő kisboltok, sikeres a kistelepülési támogatási rendszer. Támogatják a cégek a legjobbakat, 100 000-es ösztöndíjakat osztanak a pécsi Cipernovszkiban. Egészségesebb élelmiszert fejleszt a Pécsi Egyetem, szupertejből készítenének sajtot és más termékeket. €100 millió újult meg a kisbolt a Somogy megyei Kastélyosdombon, amiben mostanra egy kávézó, egy sörfőzde és közösségi tér is helyet kapott. A beruházást a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos adta át. Minden kapható a megújult kastélyosdombói kisboltban, amire egy háztartásban szükség lehet. A település lakói azt mondják, nagyon örülnek, hogy akkor sem kell utazniuk, ha nagy bevásárlást terveznek. Gyönyörű, szépen meg lett csinálva. Volt régebben is bolt, igen, még hát nem is tudom, hogy körülbelül mikor nyílhatott itt Dombon
bolt. Hát jóval rosszabb állapotok voltak ezelőtt, és gyönyörű szépen meg lett csinálva, felett újítva, nagyon örülünk neki, sokkal több a választék, nem kell elutaznunk a környező városokban. Az Ökumenikus Segélyszervezet 11 éve segíti a térség rászorulóit, a krízis helyzetben lévő embereket. A legnagyobb munkaadók vagyunk jelenleg, sajtműhely tartunk fenn, komlótermesztéssel foglalkozunk, szociális gazdaságunk van, tehát az üzenetünk az tulajdonképpen az, hogy aki lehet és van képesség benne, az dolgozzon, és mi ahhoz adunk lehetőséget. A modern településekért felelős kormánybiztos pedig arról beszélt, hogy a bolti szolgáltatások fejlesztése élhetőbbé teszi a legapróbb falvakat is. Külön támogatást kínáltunk azoknak a vállalkozóknak, Kastélyosdombon is így van, akik nem pusztán alapvető élelmiszereket kínálnak, vagy mondjuk alapvető vegyi, tisztító, tisztálkodó szereket, hanem komplex szolgáltatást szeretnének kínálni. Egyrészt azért, mert ez kiszolgálja a falu lakóit, a vásárlókat, másrészt pedig azért, mert a vállalkozónak is jó, hiszen hogyha többféle szolgáltatást kínál, akkor az hosszú távon biztosítja az ő fennmaradását. A kisboltok fejlesztésére 50 milliárd forintot költ a kormány, ebből 1500 helyen újulnak meg üzletek. A programban 100 olyan település is érintett, ahol a boltok az elmúlt években, évtizedekben már nem is működtek. Aláírták a szerződést, így megint kaphatnak kiemelt ösztöndíjat a legjobb tanulók a Pécsi Zipernowski Technikumban. Három szakmacsoportban egy-egy tanuló veheti majd át a 100 000 forintos elismerést, amit kiváló tanulmányi munkájával érdemelt ki. A Dél-Dunántúl gépipari cégei így ösztönzik a fiatalokat arra, hogy megéri ezen a területen szakmát tanulni. Szerződést írnak alá felek a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában pénteken. A szakmát tanuló fiatalokat támogatják ezzel a Cipernowski Károly Műszaki Technikumban, az iskola alapítványán keresztül. A Cipernowskiban három szakmacsoport van, és a három szakmacsoportban egy-egy diák kapja meg ezt a díjat, ez kb. 100 000 forint, és ezt elnyerni pályázat révén lehet. Tehát az iskola jól ismeri a diákokat, és adott szempontok alapján, tehát tanulmányeredmény, versenyeredmények. Ezek alapján ítélik oda ezt az összeget, amit a Dél-Dunántúli Gépipari Klaszter ösztöndíjnak neveznek. Azt gondolom, hogy a klaszter ezzel az ösztöndíjjal egy nagyon jó gyakorlatot alakított ki, és hogy már 5. éve megy ez az ösztöndíjprogram, az nagyon fontos, mert mutat egy lehetőséget, egy utat a diákoknak, hogy mik azok, amik számukra értékek, és mivel ugye ez egy meghirdetett program, ezért tudnak értetenni, tudnak rá készülni, ami egy folyamat. Mint ahogy az is egy folyamat, hogy biztosítsák a megfelelő létszámban a szakembereket. Ennek egyik eszköze az ösztöndíj. Egy fő gépgyártás technológiai technikus, egy fő mehatronikai technikus és egy fő elektronikai technikus kap 100-100 ezer forintot, amit a végzős tanulók között osztanak ki, akik az intézményben eltöltött évek alatt a legjobban teljesítettek. A beérkező pályázatok pontozás alapján kerülnek rangsorolásra. Mezőgazdasági cégek, orvosbiológiai vállalkozás, illetve a Pécsi Egyetem egészségtudományi kara állt össze konzorciumba, hogy egy egészségesebb élelmiszerterméket fejlesztenek ki. Céljuk, hogy a tehenek tejében növeljék az emberi szervezetre jótékony hatású összetevők mennyiségét. A végeredmény pedig egy tejalapú termékcsalád bevezetése. Érdekes fejlesztéshez kapcsolódott a Pécsi Egyetem egészségtudományi kara. Egy egészségesebb élelmiszer megalkotása a cél, aminek első lépése, hogy a szarvasmarhák tejének összetételét megváltoztatják. A kiinduló pont az egy szarvasmarha takarmány. Mégpedig egy olyan takarmány, amit hogyha elfogyasztanak a tehenek, akkor bizonyos előnyös hatású anyagcsevetermékek, például telítetlen zsírsav, akkor omega-3 zsírsavról beszélünk, megszaporodnak a tejükben. Omega-3 zsírsavat tablettában is be lehet vinni, de tapasztalatunk szerint a felszívódása sokkal alacsonyabb, mint hogyha normális tápban étkezési
körülmények között visszük be az emberi szervezetbe. A magasabb omega-3 zsírsavval rendelkező tejből sajtot készítenek. Ennek hatását vizsgálják majd az embereken. Az omega-3 zsírsav előnyösen befolyásolja a szív- és érrendszer működését. Az élelem mellett a mozgásra és a diétás tanácsadásra is kidolgoznak módszert, hogy több irányból érjék el az életmódváltást, ami egészségesebb szervezetet jelent. A 4 éve tervezett munka végén kezünkben lesz egy darab sajt termék, ami előnyös hatású, tudományos körülmények között bizonyított módon, és erre akár egy termék család is fejleszthető, és hát persze a másik termék, ami már rögtön az elején előáll, az a szarvasmarha táp, ami szintén a piacon értékesíthető. Több partnerrel közösen dolgoznak a cél megvalósításán. A szakmai vezető azt mondja, elképzeléseik szerint az egészségesebb tejből készült termékek akár már 5-6 éven belül kaphatók lesznek a boltokban is. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Halálos lakástüzek, a szakemberek megtanítják, hogyan jussunk ki a lángolóházból. Gyerekekre támadt pisztollyal, a kicsik az utcán játszottak, amikor a férfi fegyvert rántott. Tolna megyei téli tárlat, 28 alkotó, csaknem 100 művével nyílt kiállítás. Cél a közösségek összekovácsolása, második alkalommal adott otthont Hőgyész a Kolbásztöltő Fesztiválnak. Kedden a Dunántúl nagy részén még erős szél fúj, majd mérséklődik a légmozgás. Délelőtt napos, gyengén felhős idő lesz jellemzőbb, majd délután már mérsékelt, változó erősségű felhőzet mellett időszakosan kisüt a nap. Számottevő csapadék nem várható, éjszaka marad a változó vastagságú, szakadozott felhőzet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!